megbízásával a külgazdaság és külügyminisztérium közreműködésével a Méri Ráció kiadó megjelentette ugye a Borowski Samu Magyarország vármegyei és városai című 26 kötetből álló monográfia sorozat hasonmását, egy úgynevezett reprint verzióját. Ez a kötet, ugye annyit kell róla tudni, hogy 25 kötetet még ugye Borowski úr készített el, de a 26-at már Somogy megyére vonatkozóan már nem ő valósította meg. Borowski Samu 1860 és 1912 között élt helytörténész, történész, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, segítségvégével került megvalósítása ez a kötet, Magyarország vármegyei és városai monográfia sorozat. Azonban, mint ezt mondtam, halála miatt már nem tudott az utolsó kötet, a Somogy kötet szerkesztésében részt venni. Azonban a sorozat az idők folyamán megkerülhetetlen alapmunkává vált, mivel a korban hasonló monográfiai vállalkozások csak elvétve születtek. A könyvsorozat, amely a magyar korona országai történetének földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak közművelődési és közgazdasági állapotának enciklopédiája, Magyarország kormányának adományoként jut el a határon túli magyar szervezetekhez, intézményekhez. A színvonalas kiadvány szolgáljon ezen közösségek számára történelmi ismeretforrásul és egyúttal az identitás erősítéseként. Gyönyörű egyébként ez az enciklopédia, gyönyörű az a lexikon, amivel itt lehet boldogulni. Fantasztikus szerintem, amit ugye most megvalósított a külgazdaság és külügyminisztérium. A szöveg az ugye Magyarország Ungvári Főkonzulátusa, a Borowski Samu Magyarország vármegyé és városai monográfia sorozat egy példányát adományozza, ez mindenkinél természetesen a szöveg ugyanaz, és itt most az első, amit kaptam, az a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesületnek. Úgyhogy kérem a képviselőt, hogy akkor jöjjön ki, legyen olyan kedves. Karácsfalvai, Sztojka Sándor, görögkatolikus liceum részére van valaki. Karácsfalváról. Egyfajta nemes adománnyal hozzá tudunk járulni minden szervezet részére, és én azt gondolom, ahogy elnök úr is fogalmazta, ezt forgassák és használják a tartalmát, használják egészséggel. Köszönöm szépen, hogy itt voltam.